Erre egy kis kvarcot. Ezt a visszaviszem PO-ra én is. Akkor megvárlak, azt ugorjunk együtt. Ha itt vagy? Itt vagyok még, ja. Waterpillar. Quartz. Jó. Ezzel még jön 4000-em. 78336. Oké, okay. Lehívom a katát. Hangár 2. Megmondom nekem is, hogyha nagy is, azt mondom, hogy érzem, hogy gyengülne a gépem, hát annyi, hogy veszek bele egy Ryzen 7 2700X-et, vagy lehet, hogy a 3700X is jó még az alapban, azt ugye nem tudom, hogy az nem jelent még meg. Tehát nekem még azzal is lesz, hogy tovább tudom vinni. Lehet, hogy BIOS frissítéssel maximum. Az megvan már, tehát ugye ezzel, amit most felraktam, a Ryzen 7 2700X-et is kezeli már a gépen. Aha. Azt pont most csináltam meg a napokban. Egy, na, a hónapban. Meg ugye a memóriámat, ha kicserélném 2400-ról 3000 MHz-esre, az is kurva sokat nyerni. Tehát én még tudom hova fejleszteni a gépemet, hál' Istennek direkt olyat vettem, hogy ne akadjak le vele. Meg hát, ha már tényleg jövőre olcsóbbak lesznek a memóriák, mert addig nem tervezem, míg mindig 27000 forint 8 giga. Ja. Mondjuk én már, ha veszek, akkor biztos, hogy ezért fogok venni. 16 gigát egybe. 2x16-ot. Tehát a 32 gigarammal már jó lesz. Csak számolj bele a kártyád is. Milyen kártyámat? Tehát az alaplapod mondjuk 60-at bír, akkor abba bele kell számolnod a videókártyádét is, mert különben nem fogja kihasználni a memót. 8 gigás a videókártya. Igen, szóval az bele kell számolnod a alaplapnak a kepi. Vesz bele 32-t, csak hogyha 32-t ad az alaplapod, akkor 8 gigát nem fog használni a memória modulokból, mert a videókártyáját használja elsődleg. Igazából azt sem érdekel, de már 24 gigát használ, csak tegye azt magas a frekvenciát dual channelbe. Ennyi a lényeg. Hát ez igaz. Az múgy is olyan őrült nagy memória. Nem, most is belemehetnék még egy... Csak akkor már veszne a dual channelem, ha belevennék még egy 8 gigát. 2x8-at már nem tudok belevenni, mert nem fér el a procim alatt. Nekem mindenképp vagy LoF profil memória kell, vagy kicserélni az egészet és venni két darab 16-ost. Nekem csak ennyi maradt. Már nem tudom igazából, hogy most 64-et kezel a gépen, vagy 32-t, de szerintem 64-et. Nekem nagyon úgy emlékszem. Tehát, hogyha merre vagy? Szerintem most már minden itt állok kint. Most emeltem fel a katát. 293. Most indultam a légkör fel. Nap fele szállok felfele. Itt jó, hogy nincs gravitáció, azt így lehet húzni 90 fokba felfele a hajón. Lord Villain próbálnám, meg visszaesnék egyből a hangárba. Ja. Mondjuk itt is csak úgy tudom gyorsítani a hajót, hogy boostot nyomok, amúgy megáll 18-on a sebessége. Szép lassan húzunk elfele. Na, elhagytam a armistice zónát. De az biztos, hogy nekem is ez még
odébb lévő projekt, mert ugye 32 gigaram, az jelenleg 100 ezer felett van. Beteg az is. Másik gépet vesz annyiból. Ja, beteg, ja. Ahhoz képest, hogy annak idején 8 ezerért vettem a 8 gigaramokat, most meg 27 ezer 8 gigaram. Ja. Na, kiértem. Nem tudom, hát hol vagy. Szerintem annyi, most nem is vennéd észre, hogy vettél be a gépbe 200 ezer forintot, mert teljesítményben nem látnál javulást egyébként. Azért belátnák, hogyha magasabb lenne a frekvenciája. Én Péternél voltam most, neki elég bika gépje van, és nem láttam az enyémhez képest teljesítményben haladt nagyobb. Annál, ami kihasználja, nincs is. Tehát arra mondom, hogy a gépemet például DirectX 12-es Vulkan, meg ilyenek. Ja, igen, annál jó, hogy persze, annál nyilván. Annál nincs, viszont a DirectX 11-es környezetben ott erősebbek a jelenleg. Tehát, hogyha ezért van. Például a GTX 1080 is relatív, most csak azért erősebb az enyémnél, mert nem használja ki a gépemet. A memória keresztmetszet kicsi, kifogy a gépem ezéből a sávszélességből. Mondtam is Péternek, hogy igazából kár volt most gépet építenie két éve, egy éve a játék. Ez számítani fog addig, a játék megint fejlődik, és utána ahhoz kell venni gépet építeni. Tudja? Ő is van 280 évet nem jártad bele, és igazából a két éve teljesen fülösleges. Tudja, te itt vagy, ahol látsz engem, vagy hol vagy? Persze, hogy látnak. Jó. Most jelenleg az a... Ugorjak? Hát nem tudom, én jelenleg az a kilólok, hogy nincs egerem. Így nem bírom kijelölni, bazdmeg, hogy hova górja. Na, várjál, B-vel megy. Akkor ugrok Crusader felé majd, hogyha, ha itt vagy mellettem valahol. Hát, én elugrottam ide az aszteroida mezőbe, de akkor mindjárt visszamegy. Nem tudom, hol vagy, hát... Kérdezem, nem mondod meg, melyik olyan ponton vagy. Én sem tudom. Mindjárt közül visszamegyek, várjál. Ja, meg vagy ma. Jövök akkor vissza, de Lamára várjál. Én arra nem például ugrani se tudok, amelyre te vagy. Azt elhiszem, figyelj ide! OM5, ott találkozunk, az neked is ott lesz szemben, jó? Jó. Quantum Drive is now. Felém van, én most ugrottam oda. Ha engem látsz, akkor ott vagyunk. Már ott vagyok. Egy olyan pontot nem látok, hogy a... Törölt van. Ja, meglátok, oké. Megyek. Na itt vagy, 84 kilométerre tőlem. Na. Na, valaki ideért hozzám egy freelancer. Ja. Jó, és akkor elméletek FS felé kell ugranunk? Aha. Elméletek ráálltam. Mit csináltok egyébként? Vagy ti mit csináltok? Vagy most mi van? Megyünk PO-ra. Az úgy oké. Okay. Az előbb volt egy nagy gyülekező, azt mindenki elszellingozott, azt most azt fogalmam sincs mi van. Hát pontosan ez. Hát ugyan ingyen megy kajálni, tehát ugye ő még jobban elszállingózik. Nagy jöte? Látom, most számítja a gépet. Töltök. Jaja. Fertig. Na mehet. Quantum Drive. Húle! Én csak lerakom a katert, azt utána csináltunk valami. Crusader.
Na, én megjöttem. Én is. Quantum Drive. Már csak össze kell szedni a hajót. Jó. Ja. Ja, itt vagy tőlem 3000 méter. Na? Hol van az orrod? Most jön, megvan az óra. Na meg a pont P óra néze. Hát tudta ő, hogy hova akarsz menni. Jó, jó. Úgy látom, most te vagy a lead. Ja. Mert... Quantum Drive is now on. Tjú! Elhúztunk. Ez a recsegés, ami ebben a hajóban van, közben ez egy állat. Hát még a katerban. Ja. Quantum Drive. Ott a P.O. Oda szállsz a legközelebb mihez? Ja. Már nem válogatok. Ennyi. Koraje? Ja, lehet, de most valamit ebaszt. Én most álltam be, ott vagyok előtted. Na, megpörgetjük hát a jobb. Meg, az F1-es kurva anyád. Mi van veled? Semmi? Ezek ezt nem hiszem el. Mi hont, ugye? Benyomtam azt a kurva ezét, hogy kérek egy leszállást, kint hagyta, és egyszerűen nem tudom behozni. Na végre. Pedig én töltök felfele. Ugye te internetet használom? Nem, nem az, csak egyszerűen nem. Tudod, kibaszta oda oldalra. Amit szokott csinálni Fricinél. Én egyszerűből kérek a számítógépen leszállás engedélyt, be se kell hívnom a menüt. Aztán el van kerülve a probléma. Ja, mondom, ez se rossz ötlet. Portalis and Landing Service. A kérem is. Így van, már kapom is, hogy ezt ott járnak a szájjala. Megálltam. Front impact warning. Landing gear down. Rear impact warning. Landing complete. Na, leraktam. Landing complete. Have a pleasant stay. Have a pleasant day. Na, én megjöttem. Lezárjuk ma a katert, most már nem bírják ellopni. Engines offline. Weapons offline. Na, kikapcsoltam a kicsikét. Engineering access. Na, szupi. Ez ugye még hogyha mindig köröz a levegőbe? Ja, most jövök befelé. Hát most szászna? Ja.
Oh yeah. Na, hava akkor eszünk? Jó étvágyatra. Köszi. Miért van low oxigén nekem az én a hajom? Mert nincsen a friciből oxigén azért. Jaj, de jó. Jelentették régen is. Akkor hamar befutok. Na és eladom a cuccot. Na, egybe adtam az egészet. 83 ezeri. Van 260 ezer. Mondtad, hogyha. Na. Majd jövök. Oké. Okay. Your ship has been delivered to the following landing pad. For your convenience, our automated ship organization system handles storage of all vehicles. To access your craft, consult one of the terminals located throughout the station. Soupy.